Nem történt változás tavaly az előző évhez képest a megye állattenyésztésének és növénytermelésének egyensúlyában. Csökkent viszont a gyümölcstermelő területek száma, ami jórészt a 2007 óta tartó természeti katasztrófa sorozatnak is köszönhető. Az elmúlt 5 évben csak egy olyan esztendő volt, amikor nem értek el a megyei gazdákat. Az agrárkamara elnöke szerint ez jelentősen kihat a megye agráriumára. Erre van most egy új kezdeményezés a kormányzatnak, az agrárkárenyítési rendszert megváltoztatta, de hát itt is a lépések csak lassan haladnak, a gazdák nehezen akarják, vagy tudják megismerni, mert vannak olyan döntések, amit ugye több évre hozunk, azt azért 23 ezer gazdálkodón a megyébe, hát az legalább egy év kell, míg keresztül visszük. Mi ebbe igyekszünk a gazdáknak tanácsot adni, 2011-ben is így volt, és 2012-ben még fokozottan erre készülünk. A kamarának 952 tagja van, ezen a megye agrárgazdasági súlyának a 61,5%-át fedi le. Az üzemanyagok árának emelkedése jelentősen nehezítette a gazdák megélhetését, a természeti károk miatt pedig ez a helyzet tovább romlott. A tavaszi fagykár során károkat szenvedettek, azonban kapnak segítséget, a kormány egy kedvezményes hitellel támogatja a gazdákat. Az ügyfelek száma az körülbelül egy 4700 fő, ami Szabolcs-Szatmár megyét érinti. Úgy tudjuk, hogy Bács megyében, Pest megyében is érdekeltek az ügyfelek, de ott lényegesen kisebb számban, meg kisebb területet érintett a tavalyi fagykár. A kárszenvedett gazdák 500 ezer forinttól 10 millióig igényelhetnek hitelt. Emellett az agrárenyhítés rendszere is változott, a korábbinál stabilabb és önfenntartásra ösztönző szabályozásban is segítik a gazdákat.